Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, a mai beszélgetésünknek pedig azt a címet adtuk, hogy bátran mozogjunk télen is. Ebben lesz majd segítségünkre Kalotai Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is a nézőknek, és megint örülök, hogy itt lehetek. Tehát a címünkre azt mondta, hogy egyértelmű, bátran ki kell menni télen is a szabadba. Azért itt van egy-két kérdés, amit például kollégáim súgták, méghozzá Béla mondta, hogy kérdezzem meg, hogy mi a helyzet a smoggal. Mert most azért halljuk a hírekben is, hogy hát egyre több városban smogriadó, vagy ilyen határértéken mozog a levegő szennyezettsége. Olyankor például érdemes kimenni? Hát az nem biztos, hogy nem lehet, hogy a kárunkra lesz? Először is nagyon fontos, hogy a mozgást ne hagyjuk el. Tehát az, hogy jöjjünk, menjünk, mozogjunk, ez magától érthetődő. Természetes, hogy ez adódik abból, ha jeges, csúszós az út, eszembe hát nem persze. jutna, hogy egy idősebb embernek javasoljam, hogy kimenjen az utcára, de az is fél óra, egy óra kérdése. Arról nem beszélve, hogy emlékezzünk csak az öregekre, amikor azt mondták, hogy nem baj, fiam, ha csúszik a cipőd, járjál a havon, ha van, ugye? Ha meg nincs, zoknit húztunk rá a cipőnkre. És akkor az a rossz zokni, az egy ideig megtartott bizonyos mértékben bennünket. Ez az egyik. Másik az, hogy a smog kérdése. Magyarországon nem divat, hogy a szánk elé teszünk egy valamilyen légszűrőt. Nagyon örülök neki, amikor látom a kerékpárosokon ezt, mert ugye ők az autók mögött hajtanak, hát, és közvetlenül a port. Hát ha mondjuk egy busz mögé kerül az a biciklis, hát el sem tudom képzelni, hogy mi az, amit ilyenkor ő rögtön az arcába kap, és aztán ugye a tüdejében. És ugye a dízel nem égeti el tökéletesen, tehát apró kis koromszemek maradnak a levegőbe. Hát lényegében a smognak is ez a szállópor, ami a legnagyobb részét adja, mert az, hogy van benne szénmonoxid bizonyos mennyiségben, meg különböző gázok, az égés termékek, az benne van sajnos a pakliba, hanem a szállópor, amiről sokszor beszélünk. Na de akkor, ha most ezt félretesszük, ezt a kérdést, majd még elővesszük, akkor azért sokakat elbizonytalaníthat, de én is bevallom, hogy este, amikor a kutya sétáltatásra készülök, azt a 100 millió réteget mire magamra veszem, és akkor úgy nézek ki tényleg, mint egy ilyen Michelin baba, igen. De most olyankor azért sokakat elbizonytalaníthat, hogy merjenek-e kimenni ebbe a hűvös, nedves időbe, adott esetben mondjuk még eshet is az eső. Hát, esernyő van. Ugye kezdjük abból. Az nagyon fontos, hogy ne ázzunk át. Tehát olyan ruhaneműt vegyünk magunkra, ami lehetőleg vízhatlan. Mert a vízhatlan ruhák bizonyos mértékben a meleget is tartják. Ha átázunk, az nagyon kellemetlen, és az veszélyes lehet. Egy. Kettő. Az ne riasszon el bennünket, hogy hűvös az idő, mert minél hűvösebb az idő, ugye annál jobban jár a levegő, annál kevésbé poros, annál kevésbé piszkos. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy a szánk elé, hogyha ilyen álló levegő van, tegyünk akkor egy ilyen maszkot, és jöjjünk, menjünk, nyugodtan mozogjunk a legnagyobb hidegbe is, hiszen két réteggel többet veszünk, hogy nem véletlenül jöttem ma pulóverbe, pont azért, hogy megmutassam, hogy hát a pulóver is pont arra való, hogy ha kell két réteget, ha kell három réteget veszünk fel. Na most ilyenkor az izmaink biztosan máshogy viselkednek, mint mondjuk nyáron vagy tavasszal egy melegebb időben, ilyenkor mondjuk nem tudom, melegednek be kevésbé, vagy nem kell mondjuk előtte otthon egy kis gimnasztikát végezni, ha mondjuk egy nagyobb sétára indulunk? Hát a kérdés az, hogy hány kilométert akar sétálni. Hát közepeset. Ha csak egy ilyen általunk javasolt 8-10 ezer lépés, tehát egy olyan 3-4 kilométert, akkor feltétlenül fontos az, hogy ne hirtelen essünk neki. Ez egyértelmű. De túlságosan nagyon bemelegíteni nem szükséges, mert ha a lakásban melegít be, akkor beiszad.
Ha a lépcsőházba melegít be, az szerencsésebb, mert ugye annak hűvösebb a légtere, de amikor kimegyünk már az utcára, akkor próbáljuk meg az első időszakot egy kicsit aktívabban mozogni. Azzal egy kicsit jobban fölmelegszünk, bemelegszünk, és akkor utána lehet kellemesebbé tenni a sétát a séta második felébe, majd a séta végén megint érdemes egy kicsit aktivizálni magunkat, mert hiszen ezzel azt érjük el, hogy amikor hazafele megyünk, akkor olyan jó fáradtság lesz rajtunk. Úrrá! Akkor érdemes mondjuk egy ilyen hullámvölgyben lerajzolni mondjuk a mozgásunkat, vagy a sétánkat, tehát az intenzívből a kevésbé intenzív, majd akkor újra egy ilyen erőteljesebb tempót diktálni. Legalábbis én ezt javasolom. Lehet, hogy vitába kell szállnom szakemberekkel, akik esetleg más elképzeléssel alakítják ki a mozgásokat. Én ezt azért tartanám fontosnak, mert ha a sétának az a középső része, ami igazán a lelkünket kitisztítja, amikor csak arra gondolunk, hogy milyen szép, akár a hóesés, akár az esőben látjuk a esőcseppeknek a hullását a lámpafényében, keressük a szépet, keressük a jót. Nagyon fontos, hogy az embernek pozitív véleménye legyen az időjárása, még akkor is, ha legpocsékabb idő van, hiszen mindenben van egy pici szépség. Hát meg annyira befolyásolja a napunkat, hogy fölkelünk, esik az eső, és akkor morgunk rajta, hogy na már megint az eső, és na már megint borongós napunk van, és valahogy rányomja ez a negatív, nem tudom, az egész napunkra rányomja a fecsétjét. Éppen ezt akartam mondani, hogy amikor ma reggel fölhúztam a redőnyt, és sütött a nap, azt mondtam, ilyen napon arról beszélni, hogy hűvösben, rossz időben lehet sétálni, és aztán, ahogy egyre közeledtem ide, bizony beborult. És akkor eszembe jutott, hogy milyen szép is volt a reggel. És még egyszer mondom, a pozitívat keressük mindig, mert higgyék el, csak akkor lesz vidám, kellemes, szép a napunk, hogyha a jót keressük benne, és ne az, hogy ó, de süt a nap szembe, és ez elvakít, hanem ha süt a nap, annak kell örülni. Hát ha süt a nap, akkor meg végképp muszáj kimenni a szabadba és mozogni, de azon kívül, hogy keressük mindenben a pozitívumot, igen, azon kívül mondjuk kereshetünk partnereket is a mozgásra, hogyha valaki mondjuk egyedül él, akkor mondjuk, nem tudom, csípje fülen a szomszédot, vagy akár az egyesületen belül is gondolom segítenek, hogyha valakik közel élnek egymáshoz, akkor találjanak, nem tudom, sétapartnert maguknak. Az egyesületen belül az egyik legfontosabb teendőnk az, hogy az önállóan élőket, azokat támogassuk egymást. Napközben csak elég annyi, hogy fölhívom, megkérdezem, hogy vagy, hogy érzed magad, uram, bocsá, gyere el velem, ha nem is sétálni, de egy múzeumba, egy moziba például. Nagyon kellemes és nagyon fontos dolog az, hogy érezzük azt, hogy valakihez tartozunk, és ezért a magányos embereket, főleg ilyenkor ünnepek környékén látogassuk meg, keressük egymás barátságát, egymás közelségét. Uram, bocsán, hívjuk el őket egy sétára, hiszen a séta itt is nagyon fontos szerepet játszik. Na most ugye beszéltünk még a beszélgetésünk legelején ugye a légszennyezettségről, na most ha látjuk a hírekben, hogy vegyünk most mondjuk Budapest példáját, mert mégiscsak itt ülünk, ha mondjuk itt a fővárosban magasabb ez a légszennyezettségi mutató, akkor mondjuk, nem tudom, válasszuk inkább a nappaliban a gimnasztikát, vagy nem, mondjuk nem, akkor is? Nem. Budapesten, hál' Istennek, olyan jó a tömegközlekedés, és én most nem a BKV-nak akarok reklámot csinálni, de bármelyik pontjáról a városnak el lehet érni a város szélét. És itt erről van szó. Hát én azt nem mondom, hogy az 5. kerületbe, vagy a Rákóczi úton, a 7., 8. kerületbe ott kell sétálni a legnagyobb bűzbe.
Hát tessék felülni egy tömegközlekedésre. Menjünk fel a normafára például. Például, de nem is kell ilyen rettentő magas hegyekre menni. Hát ha belegondol, a város körül öleli a valamikori városerdő. Kispesten is ugyanúgy megtalálod, mint Kőbányán vagy Zuglóba, zöld részek. A fák közelében, vagy csak egy kutyasétáltató helyen is, ahol, hát persze nem azt mondom, hogy egy 8. kerületben, de egy külvárosi részben már találunk olyan helyet, ahol zöld van. És a zöld mindenképpen magába szívja ezt a ócska, vacak, port. Hiszen lerakódik, ugye? Az aszfalton ott a járművek állandóan felkapják, és újból ránk szórják. De ahol egy pici zöld van, ott leül, letelepszik, és már megéri ott mozogni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy én javaslom mindazoknak, akik mondjuk nem akarnak kimenni, mert persze természetes ilyen is van, vagy kutyát se kizavarni idő van, ismerik a nézők is, akkor tessék kérem otthon tornázni. Otthon tornázni, kinyitni az ablakot, amúgy is másfél-két óránként tessék az ablakon szellőztetni, mert kívülről mindig jobb levegő jön be, mint amilyen a lakásban benn van. Hiába mondják azt, hogy ott száll a por, a 8. kerületbe is nyugodtan ki lehet nyitni már a 2.-3. emeleti ablakot, mert odáig már nem emelkedik föl. Hát mi pont itt az adás kezdése előtt csináltunk egy jó kis húzatot, hogy felfrissítsük a levegőt, mert reggel lehet, hogy beérkeztünk, és már egy kicsit el is álmosodtunk itt a jó melegbe, de azért a friss levegő a gondolkodásunkat is felfrissíti. Hogy a csodában? Arról nem beszél, hogy a lakásban benn esetleg lazább ruhában lehet végezni különböző gyakorlatokat, és erre fölhívom a idősebb korosztály figyelmét, de a fiatalabbaknak is a figyelmét, hogy vannak olyan egyszerű gyakorlatok, amiket nyugodtan meg lehet tenni a saját egészségünk érdekében. Fél lábon állunk, például egyenes vonalban próbálunk meg csukott szemmel menni. Szóval van egy pár olyan gyakorlat, ami azt a célt szolgálja, hogy a belső erőnket egy kicsit koncentráljuk a testünkre, odafigyeljünk. Ehhez nem kell rettentő nagy erő kifejtés, hanem egyszerű biztonság kérdése. Guggoljunk le többször, hajoljunk mélyeket, szívjunk be mély levegőt azzal, hogy a karjainkat kitárjuk. Emeljük föl a karunkat többször, nyomjuk ki a levegőt, amikor kifújjuk. Amikor beszívjuk a levegőt, megint emeljük fel a karunkat. Ezek... A határ igazából az ember kreativitása ezekben így a gyakorlatokban. Bármit. A szem tornázásától kezdve, amikor a számítógép előtt ülünk, többször erősen hunjuk be, nyissuk ki a szemünket, forgassuk a szemeinket, én nem arra gondolom a szemforgatásra, de a nyakunkat is erőteljesen, húzzuk meg jól. Tehát lényegében bármit kitalálunk, az a lényeg csak, hogy érezzük, hogy amit csinálunk. Tehát én nem azt mondom, hogy fájjon, de addig a határig menjünk el, hogy jaj, már tovább nem tudom, hú, már itt már érzem, hogy valami ropog. Aztán holnap majd tovább fog menni. Persze, végül is hát a egyértelmű, ezek a kis csontocskák, amik egymáson elmozdulnak, ezek egy idő után, hát sajnos elmeszesednek. És ezt kell megfelelő olajzással, ha az olajat most idézőjelbe veszem, csak tehát mozgatással elősegíteni. Mindegy, hogy mit csinálunk. Összehúzzuk a tenyerünket, kinyújtjuk. Tehát tessék kitalálni valami. Önálló, hát felnőtt emberek vagyunk, kreatív emberek vagyunk. Ki kell, hogy találjunk valami olyan mozgást, fajtát, ami úgy érezzük, hogy a lelkünket is, és a testünket is felújítja. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt volt nálunk, és hogy egész évben rendszeresen láthattuk itt a délelőttben. Áldott adventet, és boldog karácsonyt kívánunk! Én is a nézőknek minden jót kívánok, és egészségben gazdag új esztendőt, mert ha egészség van, minden van. Köszönöm szépen!